Kedves nézőink, ahogy már a Felkomban hallhatták, mai műsorunkat a Több szemköz Darázsi Kálmánnal, rovattal indítjuk. Így Darázsi Kálmán polgármester urat köszöntöm nagy szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én köszönöm, szeretettel üdvözlök mindenkit. Folytatjuk a parkolási koncepció ismertetését, ezt a nagy anyagot, hiszen már sokszor elmondtam, hogy olyan 100 oldalnyi anyagról van szó, amit érdemes megismertetni önökkel, legalábbis a legfontosabb részeit. Mielőtt erre az anyagra rátérnénk, előtte szeretném elmondani önöknek, bár szerintem hallották már, május 25-től újra fizetni kell a parkolóhelyeken, már ahol a parkolás fizetős ezen a területen. Hogy fogunk visszaállni mi itt monoriak erre a rendszerre? Mert nagyon jól megszoktuk, hogy ahol kiépített parkoló van, ott nagy biztonsággal tudunk parkolni, ahol nem, hát ott meg azért megpróbálkozunk, aztán majd lesz valami. Ugye a tegnapi napon volt a bejelentés, mi azt gondoljuk, hogy azért a május 25-e az korán van, tehát erre fel kell készülni, itt a nap felé kell bejelentést csinálni, hadrendet kell újra dolgozóinkat állítani, mert ugye azért ebbe is voltak változások. Június elejétől, június 1-től várható az, hogy újra fizetni kell monoriban is a parkolásért, majd még megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt a átmenetet simán átvészelni, mind a lakosok szempontjából, mind az önkormányzat és a cégünk szempontjából, aki a parkolókat üzemelteti. Karbantartást kell-e végezni arra vonatkozóan, hogy a gépek rendben működjenek? Hát igen, meg kell nézni a gépeket, hogy valójában működnek, mert ezek ugye ebben az időszakban szerintem nem voltak túlzottan ellenőrizve, úgyhogy ezeket mind-mind meg kell vizsgálni, és igen, összetettebb a probléma annál, mint hogy akkor na, holnapi naptól indítjuk a fizetős parkolást. Mi most a rendeletnek a szabályozása, az függetlenül attól, hogy május 25 vagy június 1-e, azért azt mondjuk el a nézőknek, hogy mekkora időintervallumra mennyit kell fizetni? Hát ugye a reggel 8-tól kell gyakorlatilag 5 óráig a hétköznapokon fizetni. Ugye a piac esetében, a piac és a forrás köz esetében ugye ott reggel 6-tól, van azt hiszem egy óráig a fizetős időszak, és az csak szerdán délelőtt és szombat délelőtt, illetve még a szombat délelőtt, ami a másik parkolási zónában van a fizetős rész. De hát ezt egyébként a parkolóautomatákról mindenki le tudja olvasni, mikor bedobja a pénzt, vagy elindítja éppen a telefonos parkolást. És ugye tetszene tudni, már nem 100 forintot kell egy óráért fizetni, hanem bizony 200 forintra megemelte az önkormányzat. Tavaly pont a pandémia előtti testületi ülésen volt egy ilyen rendeletmódosítás. Miért volt fontos megemelni 100-ról 200-ra, mert ez nem egy nagy emelés? Hát akinek a dupláját kell fizetni, annak azért nagy, de gyakorlatilag már 10-12 éve ez a 100 forint volt. Ugye ennek a fizetős parkolásnak annó nem az volt vagy a fizetős parkolásban nem az volt a motiváció, hogy ugye a önkormányzatnak majd hatalmas bevételt generál, hanem egy ilyen szabályozó szerepe volt azzal kapcsolatban, hogy a cserélődések meg legyenek a parkolóknál. Valójában 10-11 év eltelt, és szükséges volt megemelni a díjakat, illetve a működtetés szempontjából is, hogyha mikor másfél-két embernek a bérét fizetni kell, és ez a parkolóórákból bejövő bevétel azt nem fedezi, akkor azért elgondolkodott az önkormányzat, hogy ezt hogyan tudja a későbbiekben is fenntartani, és valójában ez volt a megoldás. Tudunk-e majd beszélgetni mi itt a stúdióban akkor arról az időpontról, amikor már indítani kell a embereknek az agyát egy másik konfigurációra, hogy mikortól indul a parkolás fizetés monoron? Hát akkor valószínűleg ez a június 1-ével indítjuk a parkolást. Most jelenleg ez a terv, de fogunk róla tájékoztatást adni mindenhol. Tehát a Strázsába megpróbálunk akkor tájékoztatást adni. Ha jól tudom, most a Strázsának is azt hiszem kedden lesz lapzártája, akkor Facebook oldalon, a önkormányzatnak a hivatalos oldalán, tehát mindenhol megpróbálunk majd azért közölni arról információt, hogy mikor is indul pontosan a fizetős parkolás monoron.
Mi is közzétesszük természetesen a műsorban, hogy azért mindenféleképpen innen is, aki innen tőlünk tájékozódik, az is képben legyen. És akkor már is áttérünk a parkolási koncepcióra, és onnan majd folytatjuk tovább egyéb témákkal. A térségi kapcsolatok és annak fontosságát is taglalja ez a 100 oldalas tanulmány, amit a ProRégió készített el. Mit kell ez alatt igazából érteni? Hát ugye Monor egy járási központ, ezzel szemben rengeteg dologban még központi szerepet töltünk be. Most itt beszélhetünk a rendőrségről, katasztrófavédelemről, egészségház tekintetében, ugye a szakorvosi ellátás, és ugye van még egy csomó más dolog is, amiben központi szerepet töltünk be, de akkor így végigveszünk. Az első, amit kiemel ugye a koncepció, az a kereskedelem. Ugye Monor az ilyen kereskedelmi üzletláncok tekintetében nagyon jól el van látva, szinte minden megtalálható itt, ezért bizony a környező településekről ide Monorra járnak ugye bevásárolni, vagy más egyéb ügyekbe is, ami ugye ilyen vásárlással kapcsolatos, ami nem közvetlenül köthető mondjuk a nagy kereskedelmi üzletláncokhoz. Tehát ez az egészségügy tekintetében, ugye a szakrendelő tekintetében pedig vannak olyan ellátási formák, ahol körülbelül 60 ezer ember tartozik egy ellátáshoz, de van olyan ellátási forma, ahol közel 100 ezer embert látnak el. Tehát az adott szakellátáshoz itt a környékből 100 ezer ember tartozik. Tehát ez a másik, ami ugye rengeteg embert vonz ide. Tehát az, amit mondjuk látnak az egészségház környékén, mondjuk ilyen, tehát azokat a parkoló autókat, azokat nem a Monoria generálják, hanem az összes többi környező településről. Oktatás tekintetében ugye beszélhetünk itt az általános iskoláinkról, ahol körülbelül a nem Monori tanulóknak úgy körülbelül 8%-os az aránya, ugye a Monori ezzel szemben 92, illetve beszélhetünk a két középfokú intézményünkről, a Sterényi József szakközépiskoláról és a József Attila gimnáziumról, ahol mindegyik esetben körülbelül 40% a monori tanulóknak az aránya, tehát ez a 60% az valahonnan, máshonnan utaznak ide. Ez egyébként sokkal nagyobb mértékű, mint más járási székhelyeken, tehát sokkal többen járnak más településről. Valószínűleg ebbe az is szerepet játszik, hogy Monornak nagyon jó a közlekedése, és nagyon sok tanuló például budapesti iskolába jár, és ha nem is a gimnázium tekintetében, de mondjuk egy szakközép és egy szakképző iskola tekintetében, azért itt van nagyon közel Budapest, itt van nagyon közel Cegléd, és azért nagyon sokan járnak el a mai napig más településekre tanulni. És akkor a továbbiakban, ugye ott van még a foglalkoztatásról is beszélhetünk, ugye foglalkoztatás tekintetében azért az elmúlt időszakban elindult azért Monornak az iparosodása, új cégek települtek be Monorra, és egyre több munkahely van. Most már mondhatjuk azt, hogy nem munkanélküliség van, hanem munkaerő hiány van Monoron, ugye ez bevonza az embereket Monorra, és nagyon sokan utaznak ide azért, mert itt Monoron dolgoznak. Igazgatás, ugye azt mindenki tudja, hogy egyszer járási székhely vagyunk, itt van az okmányiroda, itt van egy csomó más olyan földhivatal, stb. Más olyan egyéb intézmények, ahova ide járnak az emberek ügyet intézni, ezek szintén generálják a forgalmat, és akkor még itt beleírták a rekreációt is, ami ugye azért közel áll mondjuk az önkormányzathoz is, mert mondjuk ha az uszonda tekintetében, vagy a sportcsarnokunk tekintetében nézzük, hogyha nincs pandémiás helyzet, akkor bizony ezek is generálnak forgalmat a városba. A járási székhely tekintetében azért az nagyon sokat lendít szerintem Monor megközelíthetőségén, hogy van közvetlen buszjárat mindenhová, itt megy a 100-a vasútvonal, megvan a lehetőség M4-esen vagy a régi 4-esen megközelíteni a várost. Tehát számtalan olyan hely van, ami miatt gyorsabban tudnak az emberek ebben az egyébként is rohanó világban az ügyintézéshez vagy éppen iskolába, egészségügybe eljutni. Igen, Monor nagyon jó a közlekedése. Valóban, ahogy említette, tényleg a vasútvonalunk is, nem mondom azt, hogy pontos, de legalább... De majd pontos lesz. Igen, nagyon jó a buszközlekedés, és valóban gépjárművel is több irányból is el lehet hagyni a várost. Ugye pont talán tegnapi napon, vagy tegnap
valamelyik napon olvastam, hogy egy ilyen a járásunkba tartozó egyik település ugye megelőzte Monort most már lakosságba 1000 fővel, és ott felteszik a cikkben a kérdést, hogy miért nem az a település a járásszékhely. Hát azért, mert soha nem volt járásszékhely, illetve tegyük hozzá, hogy milyen infrastruktúrájuk van ahhoz, hogy ők járásszékhelyek legyenek. Egy az, hogy a megközelítésről beszélhetünk itt ugyanúgy a bolthálózatról, közlekedésről, és egyéb más dologról, amik ugye megjelennek azért, mert hogy igenis azért egy járásszékhelynek bizonyos dolgokra szüksége van ahhoz, hogy valóban járásszékhely legyen, illetve én azt gondolom, hogy az, hogy mekkora a lakosságszám, az egy mutatószám, most gondoljunk bele az, hogy abba, hogy mondjuk, hogyha megnézzük mondjuk a budakeszi járást, ugye budakeszi a járás székhely, ott mondjuk budakeszi laknak 13 ezeren, és mellette ott van mondjuk Budaörs, aki ugye a budakeszi járás székhelyhez tartozik, és ott meg már most már lassan 30 ezeren laknak, és mégse ott van, bár ott szerintem irreálisan nagy a különbség, itt a mi tekintetünkben mondjuk ez 1000 főt jelent most. Ha már egyszer a lakosságszám szóba került, ugye a monori járáshoz 3 város és 8 község tartozik. Körülbelül milyen lakosságszámról beszélünk, akik vélhetően valamit itt ügyintéznek? Hát a 3 város tekintetében úgy beszélhetünk körülbelül 50 ezer főről. Ugye nagyon nehéz ezt a pontos lakosságszámot bejelölni, vagy kijelenteni, mert ugye vannak ilyen körülbelüli becslések, ugye Monor az most 18.800, ugye a Gyömrő tekintetében szerintem most már ők 19.600-700 körül vannak, és Pilis tartozik még ide, Pilis az olyan 11.000 körül lehet most, és illetve van ez a 8 kis település, vagy 8 település, ők pedig ilyen 16-18.000-20.000 maximum. Tehát akkor durván olyan 70 ezer. Olyan 70 ezer, hogyha nagyon fölfele kerekítünk, akkor olyan 70 ezer emberről beszélhetünk. Persze, hát ebben nyilván benne van a most hazavitt csecsemőtől kezdődően a 100 éves dédnagymamáig mindenki. Mindenki, igen. Ebben igen, a igen. témában. Olyan is, aki nem intéz ügyet. Így van. A területfejlesztésről is kell beszélgetnünk, mert hogy ugye a monori önkormányzatnak is van a helyi építési szabályzata, aminek egyeznie kell, vagy hát egy hullámhosszon kell lenni a megyeivel, és persze az országos területfejlesztési szabályozással. Hát hogy lehet ennek mindennek eleget tenni? Mikor módosítunk, vagy új helyi építési szabályzatunk lesz, akkor ugye ezt mindig le kell egyeztetni az országos főépítésszel, és ez így szokott. És akkor még a megyeivel is külön? Hát ez tulajdonképpen egy titulus, de igen, ezek így vannak összeegyeztetve. Ez mindig megvan több fórumon is járatva. Ugye ez úgy néz ki, hogy van egy cég, aki ezt a városnak elvégzi, ugye mert a településnek, önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak erre nincs szakembere, meg nincs kapacitása, és minden egyes módosítást mi általában ezzel a céggel szoktunk elvégeztetni, és tulajdonképpen ezeknek összhangba kell egymással lenni, tehát mi akármit azért itt Monoron nem csinálhatunk meg, tehát ez ugye a országos rendezési tervvel, megyei rendezési tervvel ezeknek mindig összhangba kell lenni. Illetve van egy olyan mérleg már a területek besorolása kapcsán, hogy ami egy biológiai aktivitási mérleg. Tehát én nem tehetem meg azt, és Monorváros önkormányzat nem teheti meg azt, hogy mondjuk a Monor külterületén mindenhol ipari övezeteket hoz létre, mert ezeknek lényegesen kisebb ez a mutatószámuk, mint mondjuk egy erdő területén, mint mondjuk egy más mezőgazdasági területén. És ezért ezeket azért össze kell egyeztetni. A parkolási koncepcióhoz milyen szabályozás, vagy van-e más szabályozás a helyi építési szabályzatban? Hát tulajdonképpen nem is pontosan a parkolási koncepcióhoz. Ugye itt most beszélhetünk arról, hogyha mondjuk valaki épít ide Monorra egy házat,
mondjuk egy társasházat, milyen szabályok vonatkoznak rá. Ugye eddig az volt mondjuk a VT övezetekben a szabály, hogy a más... VT-t mondjuk ki rendesen, hogy az mit is jelent? Jó, hát az tulajdonképpen egy városközponti vegyes területet jelent, tehát egy városközponti vegyest, ugye ennek van 1-től 11-ig, ha jól emlékszem itt a belvárosi részen. Itt ugye eddig az volt mondani a szabály, hogy lakásonként másfél parkoló volt. Most az OTÉK-ot módosította ugye a magyar kormány, parlament, ugye, hogy módosították a törvényt, vagy nem is tudom, lehet, hogy csak minisztériumi szinten dőlt ez el, és tulajdonképpen ezzel majd ez lemegy egy parkolóra lakásonként, és ettől ugye nem térhetnek el az önkormányzatok se a helyi építési szabályzatukba. Hú, hát ez nagyon-nagyon bonyolultnak hangzik. Remélem a kedves nézők értették, hogy miről beszélünk. Ezek nagyon-nagyon összetett dolgok, de hogyha valakinek tényleg ilyen problémája van, én azt gondolom, hogy vagy a főépítész úrhoz kell fordulni, vagy kifejezetten nálunk a műszaki irodán van egy kollégánk, ugye, aki régebben az építéshatóságot vezette, és ő szokott ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és ha mondjuk valakinek van egy telke, vagy telekvásárlás előtt áll, akkor nyugodtan írja le a helyrajzi számot, küldje el azt nekem egy e-mailben, továbbítani fogom a kollégámnak, és az a kollega le fogja írni pontosan azt, hogy arra az adott telekre milyen építési szabályok vonatkoznak. Én azt gondolom, hogyha ezt mielőtt telket vásárolunk, mindenképpen meg kell lépni. Számtalanszor nyúlnak bele olyanba emberek itt Monoron, hogy úgy vesznek meg telket, hogy kívülről rendben van minden, aztán kiderül, hogy nincs közterület csatlakozás, nincs csatorna előtte, nincs ez, nincs az. És akkor ez mind az építési költségeket emeli a későbbiekbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért érdemes előtte egy kört futni. Ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy tartsák szem előtt, hogyha Monoron telket szeretnének venni, akkor mindenképpen egyeztessenek Gubán Sándor főépítésszel, vagy a műszaki irodával Monoron. És akkor folytatjuk tovább az egyebekkel, bár kicsit kapcsolódunk azért a térségi központhoz, a járási központhoz, hiszen az, hogy ennyi minden helyről jól meg lehet közelíteni a várost, ez egy nagyon jó dolog, de az is nagyon fontos, hogy belterületen, legalább belterületen az utak állapotát azért jó legyen. Hát polgármester úr, a napokban kikerült jó néhány kis búja az utcákra, kátyúzni próbáltak meg, és közben leszakadt az ég szinte minden egyes nap, a mait kivéve. Egyelőre nem kopogom, vagy lekopogom, hogy reméljük, hogy ma már nem fog zuhogni az eső. Nézzük az esőzést kezdetben. Jó. Először beszéljünk erről a kátyúzásról, mert én is, nekem is átküldték, hogy itt a közösségi oldalon, tudom, ment bele a hiszti, ami valóban egy probléma volt, én egyszer mentem, arra láttam, hogy végig van bolyázva, következőnek a Szélmalom utcát használtam, mondjuk nem a Puskin utcát, de valóban ez probléma volt, és valóban itt a kivitelező hibázott, ugyanis az volt a kérés, hogyha két nap mondjuk vágják a kátyúkat, akkor a következő napon ezeket a kátyúkat ugye mind kiöntik, nem az, hogy egy hétig állnak a kivágott kátyúk az adott utcákba. Ugye az esőzés tekintetében az is késtem innen, mert ugye itt a tegnapi esőzés kapcsán, ugye meg az elmúlt napokban történő esőzése kapcsán azért rengeteg olyan dolog történt a városban, amit meg kellett nézni, mert probléma volt. Igen, valóban ez egy extrém mértékű eső volt, és rengeteg helyen előjöttek olyan problémák, amik normál esetben vagy egy kisebb esőzésnél nem jönnek elő. Ugye állandó problémája a városnak ugye mondjuk az Ady Endre utcán lévő, tehát az Ady iskola előtt lévő vízelvezetési probléma. Ugye itt arra várunk, hogy legyen valami döntés abban, hogy lesz-e felüljáró, vagy nem lesz felüljáró, mert akkor átépítik az egész rendszert. Itt valójában, ha jól tudom, bár én még nem jártam lent a csővezetékeknél, de a zárt csapadék vízelvezető rendszerrel van olyan probléma, hogy keresztmetszet, nagyon kicsi a keresztmetszet, és ezért, amikor leömlik ugye föntről a víz, akkor ezeken a rácsos elvezetőkön nem lefele folyik, hanem fölfele folyik onnan. És pont most a Ady úti parkolónál volt probléma, ami úgy senkinek nem szúrt szemet. Nekem tegnap este már feltűnt az, hogy ott az iskola előtti parkolónál elég nagy pocsoly áll, és nem szokott ez így lenni, és akkor még ma reggel is így volt. És akkor kimentünk kollégákkal, és akkor megkerestük az összefolyót, ugye, ami el volt tömődve, akkor egyik kollega
lapáttal kitisztította, és akkor lám-lám, elfolyt a víz. Hát nem biztos, hogy ezt mindig a polgármesternek kell észrevenni, de én általában elég kritikus szemmel járom a várost, és azért, hogyha hiba van, azt próbálom észrevenni, de hát csak azt tudom észrevenni, amerre járok, és azért sajnos Monorm összes utcáját nem szoktam bejárni, de ennek ellenére azért történtek tegnap bejelentések is. Dózsa-György utca végén ugye ott egy ilyen új terület épült be, és ez megváltoztatta az útnak vagy a területnek a vízelvezetését. Ott jártunk kint a kollégákkal, akkor Blaha-Lujza utca, ott is volt egy kis probléma a vízelvezetéssel, az ma reggelre megoldódott, de én azt gondolom, hogy hosszú távon ott is ki kell rá valamit találni, és sokszor ez a lakosokon is múlik, tehát hogy mondjuk... Erre akartam rákérdezni, hogy ugye önállóan tömködjük be az árkokat, csinálunk belőle kvázi fedett parkolót magunknak, és azért ez nem tesz jót feltétlenül. Igen, és egy hirtelen esőzésnél bizony-bizony valahova el kell vezetni a vizet. Persze, meg lehet oldani azt, hogy én befedem magam előtt az árkot, de a vízelvezetésről valahogy gondoskodni kell, és ezt a műszaki irodával le kell egyeztetni. Tehát nem ördögtől való az okvetlenül, de le fogják írni azokat a paramétereket, ahogy azt kivitelezni kell. Tehát akkor kell oda csapadékvízelvezető, zárt csapadékvízelvezető rendszert építeni, lefolyókkal, rácsos lefolyókkal és tisztítási lehetőségekkel mondjuk 10 méterenként. Igen? A nagy vízelvezetőink, gondolok itt mondjuk Ady Endre utcára, a Kistói úti árokra, ott azért gondolom bírta még ezt a tegnapi extrém, hirtelen lezúduló mennyiséget. Az elmúlt időszakban azért sokkal nagyobb figyelmet fordítottunk a főgyűjtőinkre. Szerintem egy éve sincs körülbelül, hogy kitakarítottuk, vagy másfél éve talán például a Balassi utcai főgyűjtőt, az ugye a közel kétharmad részét elviszi a város vizének, és az is ki lett rendesen takarítva, szerintem hosszú-hosszú évek óta nem volt ilyen mértékben kitakarítva. Persze ez költség volt, mert ezt már nem tudták a Kövázi RT munkatársai, dolgozói elvégezni, hanem erre vállalkozót kellett bevonni. A többi árok tekintetében igen, próbáljuk utolérni magunkat, illetve a négyesen túl ugye van két kivezetés, egyik ugye a Kistói útit viszi ki, a másik pedig az Ady útit, hát azokat is ki kellett takarítani egy olyan két-két és fél éve, de hát ezeket folyamatosan kell takarítani, mert folyamatosan feltöltődnek. Ezért probléma egyébként a családi házak előtt sokszor nem is az, hogy feltöltik, hanem mondjuk, hogyha a fűnyírás megtörténik, és mondjuk nincs összeszedve a fű. Tehát ez mindig összerohad, ugye a levéllel együtt, mert a víz majd elviszi egyszer csak. És elviszi a víz, de lekomposztálódik, és ahogy lekomposztálódik, szép lassan ugye tölti föl, és a mederfenék az ugye folyamatosan jön fölfele, és akkor egy idő után már az áteresz felénél jár, már nem bír annyi vizet elvinni, már azért torlódik ott a víz, ez mindig problémát jelent. Tehát ez elég egy összetett probléma, de én azt gondolom, hogy itt az önkormányzatnak szüksége van a lakosok segítségére is, mert egyébként egy ekkora rendszert nem lehet karban tartani. 20-szor ennyi ember kellene hozzá, akik csak az árkokkal foglalkoznak, és ugye azért Monor, ha úgy vesszük, a Gödöllői dombság, és ugye az Alföld határán van, tehát a város egyik része az nagyon magas, bármilyen jól is funkcionál ugye a nyugati és a keleti övcsatorna, ennek ellenére azért a csapadékvíz lejön a településre. Annak idején, ha jól emlékszem, egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, de lehet, hogy inkább már 20, azért a közútkezelő is beszállt ebbe a vízelvezető árkoknak a takarításába, mert az ő gépeikkel például az Ady Endre utcán lévő nagyon mély árkokat azért végig tolták. Várható egy ilyen hasonló konstrukció esetleg, vagy próbálnak ebben előrelépni, mint Monori önkormányzat, hogy kérni az ő segítségüket, mert ő nekik azért elég jó nagy gépeik vannak, és rendesen le tudják, vagy össze tudják szedni azt a bizonyos iszapot, ami ott van az alján. Most itt az igazságot mondom, jó? Mert lehetne itt mondani, hogy persze, nagyon jó az együttműködés. Mikor ilyen problémával fordulunk hozzájuk, az a mondás, hogy ez a városnak a csapadékvizet viszi el. Az útért is elviszi, ami elméletek az ő üzemeltetésükben van, de alapvetőleg a városnak a csapadékvizét viszi el, úgyhogy ezt a városnak kell kezelni, nekik nincs rá kapacitásuk, és itt
fejezzük be a mondatot. Jó, mert ez a mondás rá. Én azt gondolom, hogy hosszú távon meg fogjuk oldani ezt a problémát. Szerintem még fogunk olyan gépeket beszerezni, amivel még hatékonyabb lesz a vízelvezetésnek a karbantartása, vagy a vízelvezető rendszerünknek a karbantartása. Időkérdése, én azt mondom, és megoldódik ez a probléma is. Tegyük hozzá azért, erre az extrém esőzésre nagyon nehéz felkészülni. Tehát, hogyha megnézzük, ahol ki van járva mondjuk az útszél, és azért megáll a víz, ott az további problémákat hoz majd elő a későbbiekbe, ugye, mert ahol a víz megáll az út mellett, ott előbb-utóbb az útburkolat is megsérül, vagy az út alap. Így van, és térjünk vissza egy gondolat erejéig még azért a kátyúzásra. Felmérésre került-e az, hogy mennyire rosszak az utak, hány kátyú van monoron? Mert ugye volt egy időszak, amikor be is lehetett jelenteni. Igen, hogy igen, hol igen, merre. Igen, gondolom, igen. Ez még most is tart, és akkor nyilván vannak prioritások. Elsősorban most azt tartottuk szem előtt, hogy az ütőkátyúk legyenek betömve. Vannak olyan utak, amelyek valószínűleg mondjuk ősszel felújításra kerülnek, itt is történtek kátyúzások, mint például a Puskin utca, azért, mert nem akartuk, hogy addig bármi olyan kár történjen ugye a kátyúk kapcsán, ami mondjuk később problémát jelent az önkormányzatnak, bár volt bejelentés, tehát történt káresemény ettől függetlenül is. Tehát ezt próbáljuk szem előtt tartani. Ugye megváltozott ez a kátyúzási gyakorlat az elmúlt időszakban. Ugye nekem az volt a kérésem, ugye, amikor átvettem itt a stafétabotot, a városvezetést, hogy osszuk meg ezt, tehát legyen egy tavaszi és legyen egy őszi kátyúzás. Most zajlott ugye a tavaszi kátyúzás, bár most azért nagyon extrém időjárás van, de annak ellenére azért még tavasz van, és majd lesz valószínűleg egy ősz is, tehát megbontjuk. Illetve változott a kátyúzásnak a műszaki tartalma, itt most már rendesen ki vannak vágva azok a kátyúk, amit ez a vállalkozó készít el, használnak rendesen, tehát rendesen kellősítik ezeket a kátyúkat, tehát van egy emulzió, utána beleteszik ugye az aszfaltot, ez az aszfalt tömörítve van, tehát rendesen lapfibrátorra tömörítve van, majd utána használunk hozzá dilatációs szalagot is, hogy a későbbiekben a befolyó víz ez ne károsíthassa a kátyút. Hát reméljük, hogy ezek a kátyúk kitartanak addig, amíg valamilyen pályázati forrásból nem jut az önkormányzat újabb pénzhez, hogy az esetlegesen nagyon rossz állapotban, vagy rossz állapotban lévő monori utakat új aszfalttal tudja ellátni. És akkor egy kis járványügyi helyzet, a magyar kormány meghosszabbította a szeptemberi ülésszak utáni 15. napig a veszélyhelyzetet. Hát mit jelent ez, polgármester úr? Önkormányzat tekintetében testületi ülések és a munka, és a polgármesteri hivatal tekintetében? Ez egy érdekes kérdés, ugye, mert azért vannak olyan dolgok, amit közben a kormány kifesz a veszélyhelyzet hatája alól, tehát az biztos, hogy amíg a veszélyhelyzet tart, addig mondjuk nem tartunk testületi ülést, bár én azért szeretném minél jobban kinyitni ezt az ollót, és azért mondjuk digitális formában megoldani azt, hogy szóban is tudjuk tájékoztatni a képviselőket a városban történt dolgokról, illetve hogy szóban is el tudják mondani a véleményüket, vagy tetszésüket, vagy nem tetszésüket kifejezni az adott döntésekről, és ahogy mindig el szoktam mondani, nekem fontos a képviselők véleménye, nagyon fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, amiben összhang van. És tulajdonképpen a hivatalnak a működése az a saját szabályzatunkon belül van, de hogy a járványhelyzet ugye úgymond javul, akkor majd mi is megpróbálunk folyamatosan nyitni. De jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy testületi ülést ugye szeptember közepéig nem tudunk tartani a kormány döntés miatt. Hát ha nincsen testületi ülés, akkor a bizottságok is gondolom levelezés ügyében próbálkoznak meg beszélgetni egymással, és ennek eredménye is egy új lehetőség, ez pedig azoknak a szülőknek jelenthet segítséget, akik nyáron szeretnék táborokba vinni a gyerkőcöket. Ugye tavaly is kiírásra került az Emberi Erőforrások Bizottságánál
több komponensre, hogy pályázhatnak civil szervezetek, egyházak, intézmények. Aztán jött a pandémia, és akkor ez eltörlődött, mert hogy nem lehetett táborokat tartani, akkor nincs mire pályázni kvázi. Most 2021-ben megnyílt a lehetőség, most már táborokat is lehet bizonyos keretek között tartani. A kérdés az az, hogy a tavalyi megmaradt pénzeszköz került át 2021-re, vagy az befordítódott bármi másra, és idén egy újabb keret van. Most, tehát van egy újabb keret, igen, és valójában ezt fordítjuk majd a táboroztatásra. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert jelenleg, ugye ma pénteki nap van, jelenleg ugye egyetlen egy pályázat érkezett be táborra. Lehetséges, hogy még a mai nap folyamán be fog jönni még több pályázat, vagy valami mást ki kell találnunk, mondjuk, hogy hosszabbítjuk a határidőt, vagy valamit, mert azért nagyon fontos lenne az, hogy egy ilyen időszak után, hogyha nyit az ország, és valóban most már az adatok is csökkennek, már a negatív adatok a járványhelyzet tekintetében, akkor bizony-bizony a szülők el tudják valahova helyezni ugye a gyerekeket a nyári szünetbe, illetve a gyerekeknek is ez egy nagyon jó kikapcsolódás. De én azt gondolom, hogy azért van ez a kevés pályázat, mert még azért az emberek bizonytalanságot éreznek, még azért nem biztosak abban, hogy itt minden gördülékenyen fog működni, gondolom mindenkiben van egy félelem, és ezért lehetett az, hogy nem érkezett be olyan túl sok pályázat. Ettől függetlenül tessenek figyelni Monorváros honlapját, mert ott nyilván közzéteszik majd a kollégák azokat az információkat, hogy hova, merre lehet a gyerkőcöket nyáron táboroztatni. És akkor, ha már ezt a mai beszélgetést fontos dátummal kezdtük, akkor zárjuk egy fontos dátummal és egy jó hírrel. A fontos dátum az már is keresem május 23-át jelöli meg. Erről már beszélgettünk a katasztrófavédelem munkatársaival, és beszélgettünk az előző adásban Kristóf Sándor tűzoltó alezredes úrral is, hiszen ezt a dátumot követően már kerti hulladékot nem lehet égetni, belterületen sem, külterületen sem. Vajon ez a meghosszabbított veszélyhelyzet, ez mennyiben befolyásolja mondjuk a Monori önkormányzat által annak idején meghozott rendeletnek a végét, ami ugye arról szólt, hogy péntekenként reggel 8-tól este 8-ig lehet a kert, száraz kerti hulladékot elégetni. Most akkor valóban él ez a 23-ai határidő, vagy nem? Mert ez nem tiszta szerintem senki előtt. Reggel 8-tól 6-ig volt, azt hiszem, a határidő, este 6-ig. Nekem a 8-tól 8 maradt meg. Jó, most biztos nem lőnek le azért senkit, hogyha később tüzelbár, attól függ, hogy mit. Igen. Hát tulajdonképpen ugye mi is egy felsőbb jogszabály alapján hoztuk meg ezt a döntést, most is úgy néz ki, hogy még akár kimondhatják azt, hogy a veszélyhelyzet alatt ez kitolódik, ez a 23-ai időpont, ami most vasárnapot jelent. Tudom, hogy nagyon sokan vágynának rá, de felém azért jönnek olyan kérdések is, hogy mit tegyünk ezzel mit tegyünk a zöld hulladékkal. Hát erre is rá akartam én térni, erre a kérdésre. Mert ugye mikor beszélgettünk, még tavaly ősz környékén jelent meg a hír, hogy január 1-től ez a lehetőség megszűnik, és akkor beszélgettünk, hogy vajon a DTKH felkészül-e arra, hogy a kerti hulladékot azt valamilyen formában el kéne szállítani. Jogi szempontból nem akarok pont belemenni ebbe, mert ugye az nagyon nehéz, hogy ő neki az NHKV milyen mértékben téríti ezt, tehát neki hogy lesz forrása arra, hogy valóban elszállítsa a zöld hulladékot. Ezt a volt egy ugye ilyen korlátlan zöld hulladék szállítás, az, hogy többet elszállítottak, volt egy ilyen egy szombati nap, igen, amit nekem sikerült akció. Ugye megegyeznem a DTKH-val, hogy ez legyen. Most jelenleg van egy olyan lehetőség még, hogy a hulladék udvarba, tehát nem a hulladék lerakó ponton, ami mellette van, hanem a hulladék lerakóban, ami most azt hiszem kedden, szerdán van nyitva, meg ha jól tudom, két hetenként szombaton, ott minden monori lakos lakcímkártya
tekintetében, tehát egy lakcímre egy köbméter zöld hulladékot ingyen le lehet rakni, de ott azért fel kell készülni, hogy egy elég magas konténerbe kell belepakolni, úgyhogy nem olyan egyszerű, úgyhogy ha valaki mondjuk ilyen nem zsákokba viszi, hanem mondjuk utánfuton azért vasvillát vigyen magával, hogy be tudja ezt rendesen pakolni. És meglegyen az erő a karban. Igen, 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 elég magasra fel kell dobálni, tehát ez egyszer működik, illetve a hulladék lerakó pont elkezdett működni, és most már gyakorlatilag kilóra lehet leadni az zöld hulladékot, úgyhogy ha lehet, nem most vizesen adják le, mert nagyon sok pénzt meg lehet vele spórolni, hogyha egy kicsit várnak, hogy ez mondjuk ez a, azért ez az esővíz ugye elpárologjon róla, de le lehet rakni a lerakó ponton. Én nekem eddig olyan visszajelzések jöttek, hogy elégedettek az emberek, valójában lemérlegelik a, ugye az autót, kifele is lemérlegelik az autót, és tulajdonképpen a különbözetet kell kifizetni. Nekem azt mondták, hogy nem olyan veszélyes ez a költség. Tudom, hogy azt el kell oda vinni, meg kell oldani, hogy valahogy az ember kijuttassa a hulladék udvarba, vagy pontosabb, vagy a hulladék udvarba, vagy a hulladék lerakó pontra, de én azt gondolom, hogy ez azért egy jó dolog a város életében. Én azt mondom, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy akkor évente egy köbméter zöld hulladékot és egyéb más hulladékot is le tudnak rakni ott a hulladékudvarba, illetve akinél ez az egy köbméter már elment, ők pedig pénzért a hulladéklerakó ponton tudják ezt elhelyezni. Azt azért arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ez egy ritka dolog. Tehát ilyen, hogy pénzért lehet hulladékot lerakni itt a környékbe, vagy akár a DTKH szolgáltatási területén nem sok van, úgyhogy nekünk ez egy nagyon jó dolog. És hogyha már előbb beszéltünk a forgalomról, meg a parkolásról, ez is generálja azért Monorra a forgalmat, mert nagyon sokan a környező településekről ugye a mi hulladéklerakó pontunkra és a hulladéklerakó udvarunkba hordják ugye a hulladékot. A mi kérdés volt még itt annak idején, hogy vajon az megoldható-e, hát hiszen hétköznap az emberek dolgoznak, hogy vagy hosszabbított nyitvatartás, vagy a szombatok azok nyitva maradjanak, hogy tényleg pénteken este összekészíti az ember, szombaton reggel hadd menjen. Én a szombatot kértem, kifejezetten kértem a DTK-tól, hogy akkor ne úgy legyen, hogy két hetente, hanem hogy minden szombaton. És szombaton azért van is ott forgalom. Tehát elég jó a kommunikáció a DTKH-val. Én azt gondolom, hogy bármilyen olyan kérés van, azt tudom feléjük tolmácsolni, és általában pozitívan állnak a dolgokhoz. Én azt gondolom, a továbbra is a lakosságnak bármilyen észrevétele van, ami ugye észszerű keretek között van, és mondjuk meg lehet valósítani, akkor én nagyon szívesen tolmácsolom feléjük, és akkor megpróbálunk kiharcolni minél többet a városunknak. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, jó hosszú hétvégét kívánok önnek és a családnak. Köszönöm szépen, viszontlátásra, mindenkinek jó hétvégét kívánok én is. Kedves nézőink, a mai beszélgetésből nagyon sok minden kiderült, többek között az is, hogy csak június elejétől, június 1-jétől várható az, hogy Monoron újra fizetőssé válik a parkolás. Kétségek vannak még abban, hogy a május 23-i dátum az a kerti avarégetésben mennyire valós vagy nem valós. Nyilvánvalóan tájékozódni kell, mielőtt ennek a nagyszerű munkának nekiugranak. Köszönjük szépen a mai figyelmüket. Legközelebb is jön hozzám majd polgármester úr. Folytatni fogjuk a parkolási koncepciót és az akkor aktuális témáknak a megbeszélését. Köszönjük szépen a figyelmüket.